Tisztelt Matyi úr, kedves Dezső! Azért írom ezt a levelet, hogy tudd, nagyra becsülöm, amit a magyar könyvkiadásért, könyvterjesztésért tettél az elmúlt közel 30 évben. Szinte együtt kezdtünk, csak te óriásira nőttél. Az én kiadóm megmaradt azon a szinten, amit átlátok, kontrollálni tudok. De te egy géniusz vagy, aki valami egészen hatalmasat hoztál létre, amiért a legnagyobb elismeréssel tartozunk. Szeretnénk követni azt a szép szakásodat, hogy időben kifizeted a dolgozóid bérét. Mert mindennél fontosabb számodra, hogy gondoskodj a rád bízottakról. Tudjuk, vannak rossz akaróid, akik aljas vádakkal illetnek téged. Hogy offshore cégbe viszed ki a nyereséged. Hogy az alkalmazottaid a fizetésük egy részét zsebbe kapják. Hogy a bevételeidet kedved szerint teszed egyik cégedből a másikba. Hogy legálisan átjátszottad a vagyonodat a családod tagjaira. Hogy manipuláltak a fogyás jelentéseid. De mi tudjuk, hogy ez mind-mind rágalom. Te becsületes és korrekt ember vagy. Többször jeleztem beszerzőnknek, Breinich Nóra kolléganődnek, hogy komoly gondjaink adódtak abból, hogy közel 30, azaz 30 millió forinttal tartozol a bioenergetik kiadónak. A te nagyságrendedet tekintve ez semmi. De nekünk rengeteg. De én bízom benned. Legszívesebben azt írnám, hogy visszavonom a céget felszámolására tett beadványomat, de sajnos nem tehetem meg, hiszen törvény adta kötelességem saját cégem érdekeit képviselni. Amit viszont megtehetek és meg is teszek, hogy a mai nappal kezdődően ismét beszállítok neked a mi könyveinkből. Szeretném, ha eleget tudnál tenni kötelezettségeidnek, és az általad küldött fogyásjelentés alapján kiállított számlákat ki tudnád fizetni. Szeretném, ha a magyar könyvkiadás, könyvterjesztés aranykönyvében díszes betűkkel szerepelne a neved. Matyi az igazságos. Nem találtam más módját, hogy kérésem eljusson hozzád, így a nyilvánosságot hívom segítségül. Én továbbra is bízom benned, hiszen mint volt, mint feleséged, a Pécsi Direkt utódjaként működő könyvbazár ügyvezetője, Matyiné Szabó Tünde mondta többször, te nem hagynád szégyenben azt a céget, ami a lányod nevét viseli. Még egyszer, nagy tisztelettel kérlek, fizesd ki a nekünk járó lejárt számláidat, hiszen tudjuk mindannyian, mennyire fontos, hogy ne egy szereplős legyen a jövőben a magyar könyvterjesztés. Szeretnénk a jövőben is hű alattvalóid lenni, és támogatni téged terveid megvalósításában. Kérlek, könyörgöm, esedezem, akár le is térdelek. Mérlegeld a kérésemet, és tájékoztass a döntésedről. Már arra is gondoltam, talán szándékomon kívül megbántottalak valamivel. Ha így van, nagyon sajnálom, és irántad való tiszteletem jeléül, engesztelésképpen tarkopaszra borot váltam a fejem. Szeretném ezzel is kifejezni, mennyire fontos szerepet töltesz be a mi jövőnkben. Tisztelettel a bioenergetik kiadó nevében Schneider Gábor. Dezső, nagyon várom a válaszot.